Levélben védte meg az Egyesült Államokat Jeszenszky Géza, aki legutóbb az Orbán kormány oszlói nagyköveteként dolgozott. A volt külügyminiszter szerint egykori Fulbright ösztöndíjasként erkölcsi kötelessége szót emelni a valótlan állítások ellen, amelyek mögött szerinte orosz érdekek állnak. Látszólag minden rendben a magyar-amerikai kapcsolatokban. Colin Bradley Bell és Balogh Zoltán a kamerák számára legalábbis teljes egyetértésben érkeztek egy mai eseményre. Kérdezni azonban nem lehetett, hiába jött el szinte minden médium az eseményre. A ma aláírt egyezmény a mindkét országban szociális ellátásra jogosultakkal foglalkozik. Jogellátásokra jogosultságot szerzett személyek megőrzik jogaikat, jogosultságokat, akkor is, ha mindkét ország nyugdíjbiztosítási rendszereiben biztosítási időt szereznek. Az amerikai nagykövet szerint a két országban dolgozók sokáig hátrányt szenvedtek amiatt, mert mindkét országban járulékot kellett fizetniük. Ez az egyezmény, amit ma aláírunk, eltörli a kettős fizetés kötelezettségét, így fair és egységes rendszert vezet be azok számára, akik mindkét országban dolgoznak, mondta a nagykövet. Colin Bradley Bell azt is hozzátette, körülbelül 10 000 magyar és amerikai állampolgár helyzete lesz könnyebb. Ez amikor Antal József 90. januárjában az Egyesült Államokban jártunk. Egymás mellett állnak az amerikai vonatkozású képek Jeszenszky Géza lakásában. A volt külügyminiszter, aki több évig washingtoni nagykövetként is dolgozott, levélben védte meg az Egyesült Államokat. Jeszenszky Géza szerint az Amerikát ért kritikák sok esetben tudatlanságból, vagy valamilyen idegen érdek kiszolgálásából erednek. Nincs semmi okunk, hogy megbánjuk az Európai Uniós tagságunkat, vagy a NATO tagságunkat. És ki akarhatja, hogy ezt megzavarja? Hát tulajdonképpen az az ország, amelyik ma ok nélkül Amerikát ellenségnek kiáltja ki újra, ez Oroszország. Hát azt mondja, hogy ezek a cikkek, amik a magyar sajtóban egy némely médiumban megszületnek, ezek orosz érdekeket szolgálnak ki. Egyértelműen. A volt nagykövet hozzátette, lehet, hogy sokan nem szándékosan fogalmaznak meg hamis állításokat, de Jeszenszky Géza szerint, ahogy fogalmazott, az agymosásnak hatása van, amely mögött profik állnak.